Megérkezett a Yellow Bank számla a Raiffeisentől. Yellow, a neked való bankszámla. Ő az egyik kedvencem. Tök jó, csak senki nem kíváncsi rá, hogy te mit gondolsz. Sziasztok, ismét jelentkezünk az Index tehetségkutató műsorával, a Mi a TikTokoddal, ma is a négytagú zsűrivel együtt elmerülünk a TikTok tengerében, hogy a fenékről felhozzuk a legszebben csillogó gyöngyöket, és együtt még fényesebbre csiszoljuk őket. Még három adáson keresztül ismerkedünk a jelentkezőkkel, a hatodik részben pedig a zsűri eldönti, kik jutnak tovább az elődöntőbe. Én olyan kategóriákat gyártok, tartalmakat gyártok, TikTok videókat gyártok, olyan videókat gyártok, és ilyen tartalmakat szeretnék gyártani, komolyabb jellegű videókat gyártok, olyan videókat szoktam gyártani. Igazából mindig is problémám volt az ilyen bemutatkozó videókkal, hogy miről is beszélhetnék. Nyilván magamról. Szóval Svetja Martin vagyok. A TikTok számomra a szereplési vágyam kiérése. Jelenleg is itt vagyok Grand Canárián, és vár a part, úgyhogy szíjus! I'm on vacation every single day, 'cause I love my occupation. I'm on vacation if you don't like. TikTokon be lehet állítani a beautifying, hogy a fogadat fehérítse. Nem mondod, miket tudok meg. Önbarnítás. Még rúst is fel tudsz rakni. Hát akkor most nem tudom, fogad sem mosok, és nem is barnítom magam, tehát nem is tudtam, hogy vannak ilyenek. Szerintem van ennek helye amúgy. Megint csak nem ebben a műsorban, de hát emberek mindig fogják nézni azt, aki szebb, gazdagabb és izgalmasabb náluk. Fiústok, én Dalma vagyok, és a teljesen átlagos hétköznapi életem mellett a TikTokon imádok trollkodni, és minden olyan tartalmat feltölteni, ami szívustok, általában kiveri a biztosítékot. A videók valami. Egyébként főleg ilyen fake utazással és a travel influencereknek a pompás életét próbálják egy kicsit kiparodizálni. Nem egy TikTok filtert használok, hanem Instagramon megtalálható face filtert használok, ezért a TikTokon nem írja ki, hogy én egyébként a videóimban egy filterrel vettem föl a videókat. Darazsat ettél, csalámba estél, gratulálok, én inkább visszakérném a pénzt ettől a plasztikai sebésztől, tehát imádom a kommenteket. Kérdezik, hogy te már hogy nézek, és akkor én meg beírom, Isten ilyen. Köszönjük. Ma eljöttünk a Csepel-szigetekre, külföldön csak úgy mondják, hogy Csepel Island. Ez majdnem olyan, mint Maldív. Az is sziget, ez is. Egyébként, ha arra ott tovább mentek, ott vannak a tengerparti bungalóházak, csak most pont nem látszik. Végre egy vicces csaj. Puszus. Hát ez nagyon, ez... hogy erről szól a TikTok. Kitalálni egy ilyen geget, ezt így eddig elvinni, ilyen profi megcsinálni, zseniális szerintem. És nem izzadságszagú, tök jól áll neki. Zseniális. Én azt sajnáltam egyébként, hogy a bemutatkozó videóban én nem lepleztem volna le a karaktert. Én eljátszottam volna, hogy én ez az ember vagyok. Végre, hogy szégyellem is magam, mert én nagyon sokszor láttam a For You-ba, és én azt hittem, hogy neki tényleg ilyen az arc, hogy meg lett plasztikázva, azt tudtam, hogy... Népszínház utcában járt ő is szerinted. De tudod, Csabi, hogy rólad is ezt hiszik nagyon sokan. Tényleg? Ez egy ilyen platform. TikTok nevem Nokcsika 2. Próbálok kreatív is lenni a videózás terén. Jelenleg táncpartnerek vagyunk. Van, amikor táncikálok, van, amikor énekelni szoktam. Szóval így ennyi. De amúgy a legtöbb TikTok videó ilyen. Engem ki lehet kergetni a világból ezekkel a táncolós videókkal, de tök ügyesek meg minden, de nekem nincs erre szükségem. De hát most nem lehet mit csinálni. Ezt nagyon nem szeretem. Transition nem volt rossz, amiket így belevágtak. Jó. Unalmas kicsit ez a sok táncolós. Sziasztok, Lackó Evelyn Vivian vagyok. Azért jelentkeztem erre a versenyre, mert szeretném a tehetségemet megmutatni a TikTokon, és remélem, hogy másokhoz is eljut az, amit képviselek, és amit el szeretnék adni. I saw the part of you that only when you're older you will see too, you will see too.
I hurled up at the cars with every struck flag. It's gotta bleed true, it's gotta bleed true. You held up on us all the time that only blindly I could read you, but I could read you. It's like you told me, go far slowly, it's not a race to the end. Ez jó? Nagyon, én nem is érzékenyültem. Mielőtt az András beledöfi a Vivian gyomrába a kést, én nagyon szeretném, hogy ez a lány ez még így jobban merje magát megmutatni, nem? Hogy ott így tökre el van bújva, vagy tényleg egy olyan lánynak tűnik, aki zárkózott, és közben a hangja az viszont kint van, és ki kéne, hogy bújjon. Nyilván most ez öreges a részemről, de hogy ez egy produktum. Tök klassz, és szerintem jó lenne, ha inkább őt utánoznák a kamaszlányok, mint az unboxing lányokat. És végre tényleg egy igazi tehetség. Sziasztok, Horváth Tamás vagyok, alias Kajmán a TikTokon. Köszönésem szerintem a Szevasztok Kajmánok, azt, hogy így hozzám tudják csatolni, és akkor akárhol meglátnak, kiabálnak, hogy Kajmán. Eleinte föl se figyeltem rá, csak akárhol megyek, például voltam tegnap Balatonbogláromban, tegnap előtt, odajöttek a biztonsági őrök, ilyen srácok felálltak ott, kajáltak, odajöttek, és Szevasz Kajmán, így úgy mondom, szia. De így már rám ragadt te szerintem. Szevasztok Kajmánok, jön oda a nő. Hát mondom, látom, terhes, nézek Robikára, mondom, megvan, mondom, gazdagok leszünk, mondom, megdicsérem, hogy apa vagyok én is, tudom, mi van, tudod, na, jön oda a nő. És én megdicsérem, fainul, tudod, mondom, na, mondom, gratulálok minden. Azt mondja, köszönöm szépen, de nem vagyok terhes. Kajmán, nagyon nevettél a Kajmánon, András. Nem a Kajmánon nevettem, hanem azon, hogy azt mondja, hogy eleinte fel se tűn neki, hogy az utcán kiabálják, hogy Kajmán. De ember, egyrészt én, ha most azt kiabálnák az utcán, csak úgy váratlanul, hogy Kajmán, az feltűnne. Vagy azt kiabálnák, hogy Strusz. De ha még ráadásul én kezdeném el Kajmánnak nevezni magamat, akkor csak észrevenném, hogy azt, hogy Kajmán, azt nekem kiabálják a Rottenbiller utcában. Szevasztok! Bürgés Tomi vagyok, 32 éves, Monaron élek a gyönyörű szép feleségemmel és a kisfiammal, valamint a két kutyusunkkal, Daisyvel és Szalazár Pogácsával. Eredetileg színésznek tanultam, de nem tudtam elhelyezkedni a szakmában, ezért jelenleg is logisztikusként dolgozom. Próbálok teljesen köznyelven, teljesen érthetően főzni, úgyhogy mindenki meg tudja csinálni. A feleségem nagyon-nagyon szereti a risottót, ezért ma vacsorára egy fokhagymás garnélás risottót fogunk elkészíteni. Először is a garnélákat fűszerezzük be. Nagyon szeretem, hogyha a tengeri élőlényeknek igazán intenzív ízük van, ezért barbecue rubokat fogunk használni. Vágjatok apróra két gerezd fokhagymát! Kezdjétek el megfőzni a két gerezd fokhagymát. Utána mehetnek bele a shrimpik, azaz a vörös orsoros garnélarákok. Pirítsátok le ezeket is, majd vegyétek ki és tegyétek félre őket. Aki szereti, az most tehet bele egy kis parmezán sajtot is, én nem szeretem. Most mehetnek bele a garnélát, hogy egy picit álljunk. Jaj, vágyat hozzá! Na nektek hogy tetszett ez a videó? Nagyon! Szerintetek, amikor a gyereke el fog menni először ott a alvós buliba, egy olyan családhoz, ahol nem kiabálnak, akkor azt fogja hinni, hogy beteg a másik gyereknek az apukája? Mert csak így beszél. De nem csak az üvöltés, hanem ez a hello, hello kids, my fellow young people stílus, hogy így csípázom a búrát, tesa, nagyon sírálj a séró. Shrimpy, azt mondta? Shrimpy. Ez a recept, ez most tök rendben volt. Úgyhogy ezt értékelem, üvölteni azt tényleg nem tudom, miért kell. Hát van ilyen Csabi úgy köszön, hogy hili-hali-hali-hó, neki pedig ez a védjegye, hogy oké, csak az egyiktől nem lesz migrénem, a másik meg ez a videó. Mármint a köszönéstől lesz. Én tök szívesen eltöltenék vele 17 percet is. Ez volt a Mi a TikTokot harmadik adása. A hatodik adásból kiderül, kik jutnak tovább az elődöntőbe, addig még két selejtezővel jelentkezünk. Sziasztok! Okay.